Cégek, vállalkozások, sportegyesületek, sportolók és magánszemélyek adományainak köszönhetően valósult meg a rengeteg karácsonyi ajándékcsomag, amelyeket a Hímerház báltermében adtak át a szervezők a rászorulóknak. Jótékonyság méltóságba csomagolva, ez volt a karitatív akció egyik mottója. Az Adni Jó Kupa baráti kör alapítvány immáron negyedik alkalommal kérte fel a szegényeket támogató alapítványt az átadás koordinálására. Két típusú csomaggal készültek ugye a baráti körnek a tagjai. Egy élelmiszercsomagot kap mindenki, illetve azok a családok, ahol gyermek van, ott kornak és nemnek megfelelő óvadonató játékokat kapnak a mai nap folyamán. Az adománygyűjtéshez a Hidrofehérvár a V19 jégkorong csapat és névadó szponzora is csatlakozott. Az Adni Jó Kupa felhívására a hoki csapattal közösen összefogtunk, és adományokat gyűjtöttünk a rászorulók részére. A kollégáink hozták be ezeket a tartós élelmiszereket, édességeket. Az ajándékok átadásában Mihály Ákos, a hoki csapat fiatal támadója is közreműködött. Minden évben idén is ugye a szurkolók is kitettek magukért, meg úgy gondolom a csapat is, hogy a szurkolók is tartós élelmiszert gyűjtöttek, meg a csapatba is ilyen értékes erekéket tudtunk elárvezni, és abból is összejött egy komoly összeg, amivel tudjuk az ilyen alapítványokat támogatni, és szerintem mindig fontos segíteni az embereknek, főleg ilyenkor. Összesen 118 család és 85 gyermek karácsonyát tették szebbé az adományokkal.